Gyakran használják a Libi kóklet és a többi udvari játékot a gyerekek a Máté-Szalkai kertvárosi óvodában. A közelmúltban sok újdonságnak örülhettek, az intézmény ugyanis teljes körűen megújult, kívülről egy pályázatnak köszönhetően, belül pedig szülő és támogatói segítséggel. Minden csoportszobánk mozdunk megújult, öltözőinket kifestettük, klímát szereltek a szülők, és járdát készítettek. Itt mindenki összefogott, a vállalkozók megcsinálták a parkot előttünk, és példaértékű volt ez az összefogás Máté-Szalkán, és örömmel tölt el, hogy milyen helyen dolgozhatunk, akik ennyit tesznek a Máté-Szalkán a gyerekekért. Az óvoda teljes kihasználtsággal működik, 150 gyerek jár ide, de jelentkező még bőven lenne, ahogy a bölcsödei férőhelyekre is nagy a kereslet. Így a térség országgyűlési képviselője szerint még több hangsúlyt fognak fektetni az óvoda és bölcsödei rendszer bővítésére. Máté-Szalkán jelen pillanatban 72 bölcsődei férőhely áll sorban, 72 gyermek szeretné, 72 szülő szeretné, hogy egyre két bölcsődébe felvik, úgyhogy azt gondolom, hogy van mihez nézni, van feladat, de örömmel mondom, hogy Máté-Szalka önkormányzata már készül a következő etapra, van egy kis maradék forrás a megyei területi operatív programban, amit bölcsődére remélem sikeresen pályázunk, és mindent meg fogok tenni, hogy Máté-Szalka és Máté-Szalka környéki embereknek a gyerekei biztonságban legyenek, és ők el tudjanak helyezkedni a munkaerőpiacon. Az óvoda felújítása egy 121 millió forintos energetikai projekt része, melynek keretében két épület is megszépült a Kölcsey téren. A fogyatékkal élők nappali intézményének fejlesztésével a város polgármestere szerint már régóta adósok voltak. A Hősök Emlékiskolája is visszakapta régi fényét, a modernebb külső és belső mellett pedig a fenntartási és üzemeltetési költségek is csökkennek a két intézményben. A település vezetője büszke rá, hogy iskolájuk egyedi az országban. Ez az egyetlen olyan, szó szerint mondom, emlékmű az országban, ahol egy iskolát avattak fel azért, hogy az első világháború hőseire emlékezzen a lakosság. Tehát itt Máté-Szalkán nem emlékműveket emeltek a világháború áldozatainak emlékére, hanem egy iskolát neveztek el róluk. Ez a Hősök Emlékiskolája, és éppen ezért illeszkedik Máté-Szalka történelmi örökségébe. Az intézmények átadóit követően az érintettek már mindhárom épületben élvezhetik a fejlesztés eredményeit.